A fiatalok nagyon elkötelezettek a labdarúgással kapcsolatban, és már több éves tapasztalatuk van a pályán. A DFC játékosai most a kaposvári focistákkal mérhetik össze képességeiket. Minden edzésen kitartóan részt vesznek, és semmi sem állíthatja meg őket a felkészülésben. Igazából a felnőttnél 2 éve vagyok, ez lesz a 3. szezonom. Aztán előtte én utánpótlásban voltam itt Dombaváron. Én úgy gondolom, hogy a labdarúgás az egy nagyon összetett sportág. Igazából az életben is nagyon sok mindenben tud segíteni az embernek, és igazából a megszállottja voltam kiskoromban is. Nagyon jó edzőim voltak, mellette nagyon jó emberek is, pályán kívül is, és ők voltak rám hatással, hogy ezt a sportot válasszam. Én bizakodó vagyok ebben a szezonban. Sajnos a tavalyi szezonnak a tavaszi mérkőzései azok a végét azt eléggé megváltoztatták a szezonnak. Én úgy gondolom, hogy az új igazolások és a mostani csapat az egy olyan eredményt fog elérni, ami a vezetőségnek, számunkra és az edzőnek is megfelelő lesz. Az egyik edzőmérkőzésre látogattunk Dombováron július utolsó hetében. A dombovári focisták és az ellenfél kaposvári csapat az ilyen játékokkal is fejlődnek és készülnek a nagyobb megméretetésekre, mondta Horváth Zoltán vezetőedző. Készülünk a mai mérkőzésre, játszunk egy edzőmérkőzést a Kaposvár U19-el. És hát az egyik edzésünk, ugye mindig most a felkészülés alatt a hétközi edzőmérkőzés, úgyhogy a mai programunk az ez lesz. Hát most jelenleg 15 mezőnyjátékosunk van, de egyébként vannak, akik hiányoznak különböző okok miatt. A mai nap 15 mezőnyjátékos és 2 kapus, aki részt vesz a mai mérkőzésen. A mi csapatunk az egy nagyon fiatal csapat. Ez maradt a nyáron is, már olyan szempontból maradt, hogy akik érkeztek, azok szintén a fiatal kategóriába tartoznak, ehhez tartjuk is magunkat, tehát igazából a csapat átlag életkora szerintem a bajnokságban a legfiatalabb lesz, mármint az idei bajnokságban, mint ahogy egyébként a tavalyi bajnokságban is volt, de én úgy gondolom nem ez a fontos, hanem remélem, hogy a minőség, akik érkeztek, azok minőséget is fognak majd a csapatnak adni, tehát ebből a szempontból az előrelépésünk az én úgy gondolom, hogy be fog következni. Igazából nem méregetünk, meg nézegetjük, hogy ki hogy készül, mármint hogy mik a mi készülünk, és hát szeretnénk természetesen a legjobbat, legtöbbet kihozni az idei szezonból. Meglepetést szeretnénk okozni, mármint abból a szempontból, hogy igazolásainkat is, egyébet is úgy intéztük, illetve úgy próbáljuk, hogy jobban tudjunk szerepelni az elmúlt évhez képest, de mondom még egyszer, igazából mindig a következő célra, vagy a következő mérkőzésre készülünk, jelen esetben most az edzőmérkőzésre, és igazából a bajnokságra most még nem gondolunk. A vezetőedző azt is elmondta, pozitívan állnak hozzá a nyári szezonhoz, és ugyan még korai értékelni, de látványos a fejlődés. Igazából erről még korai lenne azért beszélni, mert egy a bajnokság, nekünk még van 4 hét, bár mondjuk 2 hét, vagy jövő hétvégén már ugye főtáblán kupamérkőzést játszunk, de a bajnokság az még ugye arra 2 hétre fog kezdődni, tehát nekünk van még bőven időnk. Most a jelenlegi állapotunk az olyan, ami ennek ebben az időszakban kell lenni, tehát nem se jobb, se rosszabb. Természetes, hogy szerintem ez hétről hétre javulni fog és jobb lesz. Még fogunk játszani jövő héten, mint ahogy az előbb is mondtam, a Magyar Kupa főtáblán Sárbogárdon. Az egy Fejér megyei első osztályú csapat, és hát szeretnénk tovább jutni, mert a főtáblán az már egy olyan pozíció, ahol már egy dicsőség tovább jutni, a másik pedig az, hogy már ugye az MLS által ez pénzzel is van dotálva. Utána pedig fogunk játszani még 2 edzőmérkőzést a bajnokság rajtjáért, majd legalábbis a bajnokság rajtja tervezett rajtja az augusztus 19, tehát mi így készülünk. A dombovári futballklub fiataljai heti 3 alkalommal edzenek, és ezek mellett 2 alkalommal játszanak edzőmérkőzéseket, amely jelentős segítség a felkészülésben.